Következő videóban két AMD-s Asztel számítógép teljesítményét szeretném összehasonlítani. De a videó nem csak ezt fogja tartalmazni, hanem az unboxingot és a gépépítést is. Illetve mivel nagyon rég vásároltam Asztel gépet, így szeretnék megemlíteni néhány újdonságot is, ami érdekes lehet. A videó végén találhatóak a mérési eredmények és azoknak összegzése. A két PC-t Future Mark benchmark eredményekkel, különböző játékokban mért FPS értékekkel és videórenderelési idővel hasonlítottam össze.
számítógép házak esetén napjainkban sokkal letisztultabb és jól szellőző házakat lehet építeni. A kapható mikro ATX és ATX-es házakra is jellemző, hogy könnyebben szerelhető, és a cable managementre is nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyártók. Zalmanban ez még nem tapasztalható, de ahogy láttuk ezt a Sarkunházban, a Zalmanban is próbáltuk a vezetékelést újra gondolni. A Sarkunban a tápot teljesen elrejtették egy fémlap mögé, aminek köszönhetően, hogyha nem moduláris tápunk van, az sem lesz zavaró, mert emögé el tudjuk rejteni a nem használt kábeleket. Mindkét gépház rendelkezik porszűrővel, egységesen a táp és a frontpanelen mindkettőnél található, a Sarkun esetében a ház felső részén is található porszűrő, ami mágneses. Sarkun házban HDD-k vagy SSD-k számára van egy beépített keret. Ennek előnye, hogy szerelés nélkül gyorsan tudjuk cserélni a merev lemezeket, hogyha szükség lenne rá. De a regszerű megközelítés egy kényelmes megoldást biztosít erre. Ebbe a keretbe két darab 3,5-es vagy 2,5-es HDD vagy SSD szerelhető, és további 5 darab helyre tudunk 2,5-incses HDD vagy SSD-t beszerelni. A Gigabyte alaplap egy lassan már 10 éves lap, a maga idejében is egy alsó kategóriás belépő szintű lapnak számított. Míg az MSI lapja már inkább a közép kategóriába sorolható a nyújtott paraméterei miatt. Az MSI lapja masszív, kevés tesztben szerepel, de néhányat a leírásban bemásolok. Ezekből a tesztekben a saját árkategóriájában a B550-es lapokon végzett VRM tesztekben jól teljesített, a top 3-ban végzett. A palettát bővítve és a felsőbb kategóriás lapokkal összemérve már árnyaltabb a helyzet, de hozta a középmezőnybeli helyezést a tesztekben. A CPU és a PAM fan csatlakozón kívül még további 6 darab ventilátorajzattal rendelkezik az alaplap, míg a Gigabyte lapon a CPU és egy SysFan csatlakozó található. Továbbá található rajta két darab M.2-es SSD, ami az egyik hűtőbordával rendelkezik és támogatja a PCI Express 4-es SSD-ket, a másik foglalat pedig a harmadik generációt. Ami még nagyon tetszik, bár ez talán kényelmi funkciónak tekinthető, hogy az IO Shield az alaplaphoz van installálva. Processzor tesztelésére FutureMark benchmarkot és Cinebench-et használtam. Az első teszt a 3D Mark 2006-os tesztje. Kicsit bővebben erről a tesztről, a fizikai terhelést, a processzornak, a játék világának, a 87 darab mozgó egységnek és az útvonalkeresési probléma feldolgozása biztosítja. Ez a teszt képes letélteni a processzornak a többi magját is a tesztelés során.
Zárszóként jön az összegzés és a tapasztalatok a lassan 3 hónapos használat alatt. Meg vagyok elégedve a géppel, de bizonyos kompromisszumot kellett kötni a használat során. A gépet elsősorban játékra és videóvágásra használom. Az 5900 XL a 4K-s videók vágása zökkenőmentes. Fluid az egész folyamat, gyorsan lehet haladni, ellentétben az FX 6300-hoz képest. Az FX 6300 a 4K-s videó vágása nagyon nehéz feladat, például lassan tölt be a videó, mikor a vágólapra rakom, a videóba ugrálni is lassú folyamat, lassan töltődik be ismételten a videó, és maga a vágóprogram használata is nagyon lassú, mert még a menüpontok közötti váltás is megakasztja a gépet. Játékok alatt bőven az AMD által meghatározott maximum 90 Celsius fokos szint alatt működik a processzor, így kompromisszumra nincs szükség, viszont videó renderelésnél az átlag hőmérséklet 80 fok körül szokott lenni, de eléri a 90 fokot is a maximum hőmérséklet érték, illetve videó vágása során is ilyen 75-80 fok között van az átlag hőmérséklet, 25-27 fokos külső hőmérséklet vagy szoba hőmérséklet esetén. Szóval a Darkrock 4 léghűtő videóvágás és renderelés szempontból nézve nem elegendő, hogy biztosítsa a megfelelő hűtést a processzornak. Ezt lehet javítani például, hogyha a BIOS-ban, ugye az AMD overclockingban különböző beállításokat eszközölünk, vagy például használjuk a Negative Curve Optimizert. Javaslatként megjegyezném, ha ilyen típusú processzort tervezel venni, akkor Be Quiet Darkrock Pro 4 vagy ennél magasabb TDP értékű léghűtőt érdemes venni, vagy pedig az All-in-One Liquid hűtők között érdemes még szétnézni. Ha a Darkrock 4 léghűtőt választod, akkor figyelj arra, hogy alacsony profilú RAM-okat választ mellé, mert a magas hűtőbordával rendelkező RAM-ok az első foglalatba, RAM foglalatba nem fognak elférni a CPU ventilátora miatt. Persze feljebb lehet helyezni a tornyon, a hűtőtornyon a ventilátort, de ez a megoldás szerintem kerülendő, inkább érdemesebb alacsony hűtőbordás RAM-okat vásárolni. Következő szubjektív dolog, de a sarkun háznál a reset gomb kialakítása nehezen hozzáférhető és használható. Nem megszokott, számomra nem megszokott